ahol sok évtizeden keresztül ez számomra és családom számára nem volt lehetséges. Visszatekinthetünk az elmúlt évre, és megkérdezhetjük magunkat, vajon a jobb világban élünk, vajon jobb lett a sorsunk, vajon szebbek a kilátásaink a jövőre. Még 2 évvel ezelőtt, és tavaly sem volt ez így. Akkor meg lehetett érteni a pessimizmusunkat, mert még nem láthattuk az alagunk végét, és kevés remény volt egy jobb jövőre. Most érzem, hogy változik a kép, javul az ország helyzete. Az elmúlt évek a vetés évei voltak, ahogy ezt Orbán Viktor miniszterelnök a circi apátságban tartott beszédében nemrég mondta, és most 3 év után kezdünk aratni. Erre most nagyon sok jelet láthatunk. Lehetőségünk van visszatekintenünk nem csak a múlt évre, de nemzetünk múltjára is, és megkérdezhetjük magunkat, mi lett Szent István királyunk örökségéből? Mi lett az ő intelmeiből, amelyeket fiának Imre hercegre hagyott? De ugyanakkor a mai napok nagy napig nekünk is szólnak. Megőriztük a hitet, becsben tartottuk az egyházi rendet, tiszteljük a főpapokat, tiszteljük az elöljárókat, gyakoroljuk az igaz ítéletet és a türelmet másokkal. Befogadjuk a vendégeket, elfogadjuk a jó tanácsokat, a fiak követik az elődöket, megtartjuk az imádságot. Ezekre a kérdésekre az új, egységes 2011. április 25-e óta érvényes alaptörvényünkben találhatunk meg sok-sok választ. Büszkék lehetünk, hogy kormányunk olyan alaptörvényt alkotott meg, amely Szent István örökségére és szellemiségére épül.